Köszönöm szépen. Bóka László, nem adom a házat, mozgalom. Sok mindenről beszéltünk ugye az elmúlt két alkalommal és ma is, és beszélünk mindenféle fórumokon. Tudjuk, hogy átvertek, és most már azt is tudjuk, hogy mivel. De egyébként meg azt gondolom, hogy tök mindegy, hogy a közjegyzővel vertek át, a végrehajtóval, az árfolyamréssel, a kamatemeléssel, vagy bármi egyébbel, teljesen mindegy az, hogy 1%-kal, 2-vel vagy 25-tel. Azt kellene végre eldöntenünk, hogy mit fogunk csinálni. Azt kellene kitalálnunk, hogy ha már összeültöd a kerekasztal, akkor így van, csapjunk oda, vagy oldjuk meg jogilag, amivel nekem azért vannak fenntartásaim, mert oké, hogy kitaláljuk, hogy ebből most mit nyerünk ebből az ítéletből, és elindulunk egy másik ítéleten. De ha a Púria majd 5 év múlva megint kitalál valamit, hogy hol sumálkolhatja el ezt a dolgot, akkor mit csinálunk? 5 évig meg ugornak ki az emberek az ablakon. Tehát én azt gondolom, hogy két út van, amit kellene csinálnunk. Egyrészt, hogy ezt az átverést, ezt tudja meg minden ember, és ahhoz, hogy minden ember megtudja, ahhoz soha nem látott nyomást kell gyakorolnunk a fősodratú médiára. El kell érnünk azt, hogy amikor megy a Barátok közt meg a többi baromság, akkor legyen 10 perc minden este, ahol a civil szervezetek elmondhatják, hol verték át, miként verték át, és hogy jöjjön ki az utcára. Ezt el kell érnünk, ha oda megyünk, és nem hagyjuk őket levegőhöz jutni. A másik pedig, hogy a jogainkat, amit bíróságon esetleg nem tudunk érvényesíteni, azt érvényesítsük. Például, amiből mindannyian egyetértünk, és miért mennénk tovább bárhova, le kell állítani a végrehajtásokat és a kilakoltatásokat. Nem holnap, nem szeptemberben, nem majd jövőre, hanem most. Én tegnap, nem vasárnap elküldtem minden egyes parlamenti képviselőnek egy levelet, hogy ma délig van határülés, ugye Pisti is elküldte, ez lejárt. Nincs leállítva a végrehajtás és kilakoltatás, hát tegyük meg mi. Gyakoroljuk azt a nyomást, hogy már pedig nem lehet és kész. És ha ebben összefogunk, akkor ez is megvan oldva, menjünk el jövő héten minden egyes médiához, sokan és akárhányan is vegyük őket blokád alá, hogyha kell, és ne uborkeszezonozzunk mi itt a nyáron, mert ha a parlamenti képviselőknek szünetük van, ha elég nagy nyomást gyakorolunk, akkor abba fogják hagyni a szünetüket. Egyszer ifjú koromban még otthon volt az autóvillamossági műhelyem, szenteste kanalászok bele a levesbe, csöngetnek. Szomszédnéni, Lacikám, gyere, mert a papbácsinak leromlott az autója. Munkásruha elő, mennyből az angyal, megjavítottam, hogy tudjon menni éjféli misét tartani. Hát, hogyha a képviselőknek szünet van, de esemény van az országban, akkor majd szerintem be fognak jönni. Köszönöm.